Rólam köztudott, hogy nagyon szeretek a vesszekkel dolgozni, mindenféle csokorlapokat, koszorúkat készíteni belőle. Azonban rendkívül sokféle olyan vesszős növény van, ami nem csak a felületével vagy a hajlékonyságával, hanem a színével is nagyon jól mutat. Most a somokat nézzük meg, talán belőlük van a legtöbb ilyen színes vesszőű típus. A somok, vagyis a Cornus nemzetségbe tartozó fajok, az északi félteke mérsékelt övi és sarkör alatti részein gyakoriak. Ázsia, Európa és Észak-Amerika területén egyaránt előfordulnak ezek a mutatós, jellemzően lombhullató fák vagy cserjék. A nemzetségben 36 faj, és ezek számtalan hibrid fajtái tartoznak. Vannak, melyek virágzatukkal díszítenek, egyesek a termésükről ismeretesek, de számos faj és fajta színes vesszőivel tűnik ki a többi közül. Mi most három színes vesszőű típussal és azok virágkötészetben használt fajtáival ismerkedünk meg, valamint szemügyre veszünk az egyetlen ehető termésű fajtát is. Ez nem más, mint a húsos som, vagyis a Cornus mász. Európa szerte, így hazánkban is gyakori, körülbelül 5 méter magasságot elérő, lassú növekedésű cserje. Sárga színű, bogernyőben nyíló virágzatával, valamint ehető, magas C-vitamin tartalmú, piros termésével is díszíthet. Virágai már február végén, március elején nyílnak, még jóval lombfakadás előtt, míg termése az ősz elején érik be. A színes vesszőű somok közül a legelterjedtebb, a vadon is nagy mennyiségben megtalálható, a veres gyűrűs som, vagyis a Cornus sanguinea. Ez körülbelül 2-3 méter magasságot elérő, terjedő tövű, lombhullató cserje. Ősszel lombozata fajtától függően akár izzóvörös, narancs vagy sárga színűre is színeződhet. Lombhullatás után bukkannak elő a matt, bordó színű vesszői, melyek árnyékos helyen zöld színnel foltosodottak. Tavasszal kedves megjelenésű hófehér, ernyő virágzatával, majd fekete bogyós terméseivel is találkozhatunk a virágpiacon. Idős ágrészein gyakran megtelepszik a sárga zuzmó, növelve a növény díszítő értékét. A legélénkebb, fényes piros vesszőt viszont a Cornus alba, vagyis a fehér som szolgáltatja nekünk. Körülbelül 2-2,5 méteres maximális magasságot elérő cserje, melynek vannak tarka levelű változata is. Nevét a fehér bogernyős virágzatáról, illetve a fehér bogyó terméséről kapta. Napos, világos helyen lesz a legintenzívebb a vesző színe, és ilyen helyen az őszi lombszíneződés is látványosabb. Ebbe a családba tartozik még a fekete vesszőű som is, vagyis a Cornus alba kesselringi. Különlegessége, hogy a vesszők színe folyamatosan változik, az eleinte élénkpiros vesszők feketébe hajló, sötét bornú árnyalatúakká válnak. Ha folyamatosan élénk színű friss vesszőket szeretnénk, ezek a fajtákat intenzíven metszenünk kell a talajfelszín felett. Ha sárgászöld vesszőkre vágyunk, akkor viszont a Cornus seriaca a mi növényünk, vagyis a sárga vesszőjű som. Ezek a növények is 2-3 méter magas, lombhullató cserjék, melyek Észak-Amerikában honosak. Ernyős virágzatán krémfehér virágok nyílnak a nyár elején. Tartása és igénye megegyezik a Cornus albáéval. Egyes fajtája zöldalma színévre emlékeztető vesszőt nevelnek, míg más fajták a golden alma érett sárgájára hasonlítanak hajtásaikkal. A színes vesszőket készítmények méretének növelésére használhatjuk, de készíthetünk belőlük koszorúlapokat és csokoralapokat is.